estét kívánunk! Itt vagyunk a Nice Micro League következő negyed döntőjében, és itt van velem Kestrál! Üdvözlök mindenkit! Kestrál kolléga, aki ugye a legutóbbi negyed döntőben gyönyörű teljesítménnyel kiharcolta az elődöntőbe jutását, és hát ezúton is gratulálok! Köszönöm! És hát akkor egy első körben, mielőtt nagyon belevetjük magunkat a dolgokba, ugye a mai csoportunkban Jim Raynor, King P, Kumball és P-Máté fognak megküzdeni, tehát míg múltkor rengeteg Zerg játékosunk volt, most hát Terran játékosból lesz sok, és hát mit tudunk ugye a Terranokról? Hát igen stratégikus matchupok lesznek. Igen, tehát Terran az nagyon viszonylag lassan kibontakozó játékra lehet számítani, tehát itt hosszú mérkőzésekre kell, hogy készüljenek a kedves nézők. És hát annyiban próbálunk itt ezen orvosolni, hát egyrészt mivel nem is érkezett meg még minden replay, tehát nem játszottak még le a játékosok minden mérkőzést, meg hát másrészt ugye hosszú mérkőzésekre is küzdünk, ezért most két részletben fog lemenni ez a kör. Úgyhogy az első körben megnézzük ugye a Jim Raynor vs. King P és a Kumball vs. P-Máté meccseket. Végignézzük a Losers meccseket, tehát meglátjuk, hogy ki fog első körben kiesni. És a Winners matchből megnézünk egyet, de az izgalmakat azt majd a következő adásra fogjuk tartogatni. És hát... nézzük meg, a mai játékosaink azért... Ugye nem éppen... Tehát valamit mondani róluk, na. Ott van hát közt. Már azért a... Igen. A krémje. Krémje van itt. Tehát ugye Jim Raynor, ugye ő nyert... megnyerte a Ujjai Star League-et annak idején. És hát azóta is az NML 1-ben és 2-ben is mindig... benne volt a legjobb 8-ban. Hát a legjobb 4 közé nem sikerült ugye bekerülni, meglátjuk, hogy ez most hogy fog sikerülni. Eddig ugye csak Protoss ellen játszott. Viszont Protoss ellen elég jó, a rekordja is. Terran ellen meg nem játszott sokat. Tehát Terran ellen eddig összesen 3-szor játszott a legutolsó NML-ekben, úgyhogy... Ennyi. Hát nem tudom, te... Hogy mit gondolsz az ő játék stílusáról? Hát elég ügyes, és sokféle taktikát tud alkalmazni. Én Zergel ellene mindig megküzdök, vagy nehéz meccseket szoktunk játszani. Nem lehet kiszámítani, hogy mit fog csinálni, és ezért elég nehéz. És mindegyiket ügyesen csinálja. Igen, tehát ő nem csak a standard taktikákat játsza, hanem hogyha úgy érzi, akkor bizony valami kicsit csízesebb, all-inesebb ízt is belevisz a játékba. Úgyhogy igen, tehát valóban kiszámíthatatlan. Aztán itt van a Protoss játékosunk King P, akit ugye eddig csak Zerg ellen játszottuk, láttuk tündökölni. Ő se játszott sokat Terran ellen eddig a játék története során. Vagy ez tényleg az ő statisztikáját látjuk itt, én most hirtelen nem vagyok biztos, mert ez nekem itt nagyon furcsa, de azért, szóval nem tudom, őt Terran ellen én ritkán láttam játszani, viszont elég szolídnak tűnik a stratégiai a játék, tehát a stratégia tára, úgymond. Igen, meg hát a mechanikái is azért jók, úgyhogy most kíváncsi vagyok, hogy mit fogunk látni tőle. Igen, tehát valóban rendkívül jó, jól mikrózik. Ja, tehát jó játékmechanikai szempontból, ez teljesen igazad van. Hát ez mondjuk Zerg ellen nagyon meg is látszott, ahogyan játszott. Hát Terran ellen meglátjuk. Terran ellen is azért, főleg az elején azért a Protoss tud olyan fajta nyomást gyakorolni, amiben nagyon fontos, hogy ugye időben húzza vissza a sereget, meg jól alkalmazza a dragúnokat, főleg szépen fókuszálja a tankokat, stb. Na és hát a harmadik játékosunk Kumball. Ő most, hát Zergellel játszott eddig ő is csak, úgyhogy meglátjuk most mit tud Terran ellen. Úgy tudom, hogy ő nem nagyon szeret Terran ellen játszani, amit hát meg is tudok érteni, azért ez egy idegőrlő matchup. Igen, mirror matchupok mindig kényes témák, főleg a TVT. Ja, hát igen, ugye múlt héten azért elég sok mirror matchupot láttunk ZVZ-t.
Hát igen, ott is volt. Ugye ügyesen állították össze a csoportokat. A csoportok magukat, meg a véletlenek. Igen. Ja, tehát azért az EVZ meg a TVT azért mind a kettő mirror matchup, de elég hatalmas különbség van közöttük. Igen. Sok szempontból. Tehát az EVZ az ott ugye minden el tud csúszni, hogyha az embernek a mikrója egy kicsit is rosszabb, mint a másiké. A stratégiák is fontosak, tehát például ott is azért láttunk érdekes megoldásokat a múlt héten stratégiai szempontból is. De azért a Terrannál meg a stratégia az elsődleges és a másodlagos csak az, hogy a mikro hogyan jön össze. Úgyhogy... Így van. Ezek hosszú, kivéreztető meccsekre lehet számít szerintem. Igen, és hát ugye Kumbolnak ugye annyira nem volt fényes a rekordja, most így a második helyen jutott ugye tovább. Zerg ellen, hát most az persze semmit nem jelent, mert az, hogy Zerg ellen nem jött neki össze olyan szépre a dolog, az nem jelenti azt, hogy Terran ellen ne jöhetne. Máté ugye első helyen jutott tovább, és ő eddig csupán egy vereséget szenvedett, azt is Protosztól. Úgyhogy meglátjuk, hogy most itt ebben a PVT-s felállásban hogyan fog teljesíteni, és hát akkor így menjünk is tovább az első mérkőzésre, és nézzük is meg, hogy hogyan alakulnak a dolgok, és hogyha közben, akik nézik a streamet, azok pedig ugyan nyugodtan kommentáljanak, ugye, ahogy eddig is szoktak, hogyha bármi olyat észrevesznek, amit mi esetleg nem, vagy igény van valamire, hogy mit mondjunk be, mindig bekiabáljuk, hogyha kell. Na, akkor kezdhetjük? Mehet, nézzük. No, hát akkor itt is vagyunk a pályán. És majd arra szeretlek megkérni, hogy majd latenciát állítsad át, hogyha tudod majd. Igenis. És... Tehát a bal alsó sarokban látjuk a Protoss játékost, még a bal felsőben Terran ugye Jim Raynor és King P játszanak most. Ezen a jó kis... mi ez? Gladiátor nevű pályán. És hát... Na, de furcsán villog ez a Command Center. Na mindegy, de hát az a lényeg, hogy itt az elején... Ugye általában a Protoss részről lehet agresszióra számítani. Tehát szokták azt csinálni, hogy kiküldik már mindjárt az első dragunt, ugye lőni a bunkert, ha van bunker. Terran az ugye meg... Hát igen, ott ki kell használni a tankok hiányát az elején. Igen. És Jim Raynor, igen, tehát expansionre kell számítani, hogy kiteszi a supply-t. Lehet falazza is el. Igen. Nem tudom, ezen a pályán nem lehet elfalazni szerint valószínű ugye egy bunker, vagy mi ez egy supply depot egy barrak kombóval. Itt ez nagyon szélesnek tűnik hát, ez a bejárat. Nem úgy tűnik, igen. De pár marinnal azért lehet blokkolni valószínűleg a... Ja. Az utat. Na, úgy tűnik, King P. Jó irányba scoutol. Ja, hát meg igen, ez valószínűleg északnak megy, vagy hova megy ez? Hát középen. Középen nincs senki. Ja, ezért számított keresztbe. Valószínűleg. Lehet, megnézte a proxy lakot. Úgy tűnik. Ja, és érdekes út a követ. És Jim Raynor balra teszi ki a barakkot. Érdekes ez a King P cross scout. Valószínű, hogy agresszív stratégiát akar folytatni, és így az volt legfontosabb számára. Ó, Zelót átvesz! Na, aha. Valószínű, akkor hogy... gyorsan ki kellett zárni a távoli pozíciót. Igen, úgy látszik, hogy itt most egy olyan stratégiát akar választani, ami... Félig hagyta meg azt a supply depot, ez egy érdekes döntés a hát Terran részére. Hát szerintem gyorsan le akart zárni a... Ja. Az átkelést. Igen. És azon még egy CV-k át tudnak ugrálni. Ja. Kérdés, hogy más átfér-e. Azt nem látom. Ja, valószínű nem. De majd kiderül, mert az elóta úgon van. Ja.
közben veszi és a második Fider zelóta Core. Is lesz. Na, nem csak egy zelótás támadás. Kingpin-nél agresszív. Már készülnek a marinok. Ajaj, hát ez kívül van. Ó, de befér a marin befér. Akkor az zelóta is be fog férni, nem? Húha, ez... Nem? Nos, szerintem az zelóta nagyobb, mint a marin. De hogy mennyivel nagyobb, az... majd most mindjárt kiderül. Jó kérdés. Nem fér be. Hát most King P arra számított valószínűleg, hogy nem lesz teljes fal készen. Azért gondolta ezt a két zelótát? Most már a harmadik az már Dragoon hát, lesz. Azért a Dragoonok mellé egy kis supportnak jó, aztán hogyha be tudja ütni ja. a falat, akkor utána az zelóták megverik a marinokat könnyen. Ja, mondjuk az is igaz. De azért az zelóta elég tápos egység. A 160 élettel összesen. De. Marinnak lassan, meg van 40. Lassan várnék egy expet, vagy valamit. Mert a Command Centerre gondolsz? Ja, nem, hát vagy Protoss részre? Arra is, de mondjuk Protoss részre. Ja, is. A Nexus. Ja, hát neki van is sok, van is minden állja hozzá. És ki viszont is tette. Command Center nem is lesz, mert tankokra megyünk. Ja, hát igen, Jim Raynor nem spórol össze elég pénzt az expre. Viszont van 5 marinja. Ez, hogy ez csak egy ilyen átverés. Ez a fal, és akkor azt gondolja majd Protoss, hogy itt expan. Hát lehet, hogy Jim Raynor egyébként megváltoztatta a stratégiáját, amikor meglátta a második zelótát, már ha meglátta a másodikat. Hát de az is lehet, hogy most csak átverte a Protosst, ja. és akkor ott készül is a Nexus. Viszont, hogyha itt két factoryből jönnek a tankok, azt nehéz lesz kivédeni. Az mondjuk igaz, hogy a Protoss így most a sereggel el lesz maradva elég csúnyán. Kicsit all-in szagú, de, ja. de ez úgy érzem, hogy működhet. Igen, meg még mindig jönnek, és nem tudom, Protoss látja, hogy még mindig jönnek ki a marinok, mert most már ennyi marin, azért ez lehet, sok. Lehet, el kéne rejteni, mert egy kicsit gyors talán. Ja. Kicsit vissza is mentek. Kijött azért? Igen, kijött ugye a távolság. Na, Minden elindult. Ja, hát itt most a Protoss látja, ez hogy itt lesz. Most baj van. Ezt nehéz lesz kivédeni. Ez elég sok marin. Nem tudom, feljárón lehet-e annyira micrózni egyáltalán. Jönnek az SCV-k is. Tehát kész a Siege mód is, nem? Ja. Volt Siege mód? Fejlesztés? Nem tudom. Hát most voucher fejlesztések vannak, szerintem előtte már elkészült a Siege mód. Nem? Hát nem kell ide Siege mód. Nem kell ide, ja. Nem kell ide semmi. Ez nem lehet Ez... Nagyon szép játék. Igen. A Terra részről. Meg, ez gyors volt. Azt a mindenit. Mit láttunk? Kinti elhitte, hogy ott text lesz. Hát teljesen jogosan, tehát egy standard játékra volt ő fölkészülve, és nem azt kapta. Igen. Neki is kezdett ő gyorsan egy Nexus-t, hogy nehogy lemaradjon, és sajnos nem lehetett így kivédeni. Igen, pedig az elén ugye ő is agresszív stratégiát választott ezekkel a zelótákkal, de... Ja, hát tehát igen, meglátta igen. a falat. És hát meggondolta magát. Úgyhogy... na, tehát egy győzelmet be is írhatunk Jim Raynor részére, ez bizony gyönyörű játék volt, és hát ezzel most ugye Protoss játékos nem tudjuk, hogy eddig ugye nem jutott Protoss játékos be, csak zergek jutottak eddig az elődöntőbe. Majd most meglátjuk, hogy a Protoss játékosunk visszahozza magát esetleg a következőbe, a Losers meccsből. Mert azért... Fogott történni. Igen. Azért ezek nem... Nem dől el még minden itt ennyire az elején. És hát akkor ugye... Tehát azt mondja, hogy... csoportok... Az... igen. És hát... Kumbi PMAT.
mire számítsunk szerinted? Mind a hát két játékos szerintem... régóta ismeri egymást, tehát ő és ők szoktak is együtt gyakorolni. Nem tudom, hogy a TVT-t az valahogy is gyakorolták-e, mert én, ha jól sejtem, mind a ketten rühellik ezt a meccsapot. Hát igen, maximum kényszerből gyakoroltak párat, de szerintem... Szerintem azért itt makrósabb játékra kell számítani, bár ki tudja. De hát... Azért mind a ketten makrósabb játékok talán. Hát annyi azért én hozzátennék, hogy főleg Máté szereti nagyon a standard játékot játszani, ugye? De azért Kumbitól láttunk már, hogy Kumbol azért játszott. Hát ő ugye a Darkstorm elleni meccseiben azért tolta a two-pot phrase-eket, meg az ilyen hasonló nyalánkságokat, úgyhogy... Na hát kíváncsi vagyok, hogy itt lesz-e valami... Egy base brace, intro vagy valami hasonló. Igen, azért Terrannál is, tehát az opciók azok megvannak arra, hogy valami kevésbé megszokott dologgal kezdjen az ember. Igen, de fel lehet készülni, hogyha az ember gondol mindenre. Ja, hát igen, mert ugye Terran... Ki lehet védeni. A TVT-ben azért nagyon... Igazából a tank a kulcsegység, ugye, tehát... Fölmegyünk három bázisra, aztán toljuk neki a tankokat, ott általában ha már ott tartunk, akkor utána nehéz lesz átverekedniük magukat egymáson, mert majd hosszú tankvonalakra számíthatunk, de meglátjuk, hogy eljutunk. Igen, mondjuk odáig. Meglátjuk, hogy ezen a pályán egyáltalán egyébként mennyire, ez a pálya önmagában mennyire kedvez ezeknek a külön a Terra Cheese stratégiáknak, és mennyire inkább várható a standard játék. Mert azért ez, hogyan szól, elég sok ilyen följáró, lejáró van rajta, tehát van bőven hely. Hát körbe lehet menni, igen. Van bőségesen hely, igen, ahol el lehet helyezni a tankokat, hogyha az ember úgy akarja. Abból indulunk ki, hogy mindketten utálják a TVT-t, akkor számíthatunk egy kicsit agresszívebb, cheese-es játékra. Ja. Hogy gyorsan vége legyen. Igen, tehát megpróbálkozhatnak akár azzal is valóban a játékosok, hogy hamar megpróbálják lezárni. Na és... azt mondják egyébként, azt mondja nekem Máté itt a cseten, hogy a two-port phrase az nem cheese TVZ-ben. Hát nem cheese, cheese-nek jó, lehet, hogy valóban nem cheese, de azért... nem az a leggyakoribb megoldás, meg hát főleg, nem tudom, hogy pro játékosok esetében lehet, hogy... De szerintem ők sem sokszor választják azt a stratégiát. Na, készen állunk a következő mérkőzésre? Részemről készen állunk, nézzük. Akkor nézzük.